A Kinizsi utcai dzsemcsarnokban a Pécsi Ferlin Kft. Stratégiai igazgatója tartotta meg immáron második előadását, amelynek címe a személyes kommunikáció alapjai volt. A program fókuszában a Dombóváron és a térségben működő intézmények és azok vezetőinek, valamint munkatársainak kommunikációja áll, mondta el a szakember. Azt látjuk, hogy a problémáinknak a 100%-a fakad abból, hogy az emberek nem értik meg egymást, miközben felmérések kimutatják, hogy az időnk és a munkaidőnknek legalább 40%-át töltjük kommunikációval. Nagyon sokszor megelégszünk azzal, hogy írásban küldünk egy e-mailt, és azt hiszük, hogy ettől minden célba ért, vagy fali újságra kiragasztunk valamit, és azt hiszük, hogy mindenki mindent tud. Több csatornán, több módon, és mindig a célcsoportnak a nyelvén, a címzettek nyelvén kell tudni üzeneteket átadni. A tréning folyamán az intézményvezetőkkel nem csak az elméleti ismereteket tekintették át, hanem olyan kommunikációs helyzetgyakorlatokat, szituációs feladatokat is megoldottak, amelyek segítik azt, hogy a munkatársakkal vagy más intézmények vezetőivel is hatékonyan együtt tudjanak működni. Beszélünk az írásos kommunikációról, hogy hogyan kell hatékonyan és pontosan e-mailt írni, mi legyen annak a tárgya, mik a mai olvasási szokások, olvasási gyakorlat. Beszélünk tárgyalás technikáról, hogyan érdemes elkezdeni, lezárni egy tárgyalást, hogyan lehet eljutni az adott célhoz. Beszélünk nem verbális, tehát nem szóbeli megoldásokról, hogy mit számít egy testtartás, egy elhelyezkedés, egy hangerő, egy hangszín, hogyan lehet ezt időzíteni. De a legfontosabb talán, amiről beszélünk, hogy mindig érdemes a másik fejével is gondolkodni. Az együttműködés lényege az, hogy mind a két fél megtalálja benne a saját céljait, hangsúlyozta a szakember. Az előadás során Ferling József azt javasolta a jelenlévőknek, hogy az előadáson elhangzott pár gondolatot próbálják meg beépíteni a mindennapjaikba, hiszen ha egy-két apró lépést megtesznek, akkor kinyílik a világ.